Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársak! Igyekszem ahhoz a témához visszatérni, ami a mai napi rendi pontunk, és tényleg sajnálom, hogy Szél Bernadett képviselőasszony már nincs itt ebben a teremben, mert akkor azt is elmondhatnám, hogy bár ő lehet, hogy a határhoz ment meglátogatni az ide érkező bevándorlókat, migránsokat. Én a keleti pályaudvarhoz mentem el akkor, amikor keresztül utaztak az országon. Ott hozzá kell tenni, voltam egyébként a határnál is, lehet követni, és a Nefelejts utcába éjszaka az emberek nem mertek kimenni, akkor, amikor a keleti pályaudvarnál éppen a migránsok ezzel tartózkodtak. Ez csak azért jelzem így bevezetésképpen, hogy amikor többször számon kérik rajtunk, igyekszem elmondani annak ellenére, hogy szeretnének megzavarni. Tehát annak ellenére, hogy mindig azt állítják ott az ellenzéki túloldalon, mintha nem ismernénk az életet, én ezzel pontosan ellentétesen látom a helyzetet. Szerintem önök nem ismerik, hogy mi a baj a világban, mi a baj ebben az országban, hogy mit kell megoldani, és éppen azok önök, akik hasonlatosan, azt Ungár Péter képviselőtársamnak mondom, akik hűen követi az SZDSZ-es hagyományokat, és nem a versenyben, a politikai versenyben szeretne részt venni, a maga inkább a zsűri tagja szeretne lenni, hogy a versenyzőket megítélje és minősítse. De vissza, igen, ezt lehet idézni. Visszatérünk akkor a napirendi pontra. Valószínűleg mindenki tisztában van azzal, hogy ebben az országban, ebben a házban bennünket azzal bíztak meg a választópolgárok, hogy lássuk azt, hogy mi történik a világban. Azon kívül, hogy érdekképviselet, de lássunk is világosan. Miért kell világosan látnunk? Azért, mert aki ismeri a diplomácia történetét, a nemzetközi kapcsolatok történetét, pontosan tisztában van azzal, hogy a legritkább esetben fordul elő, hogy egy hatalom, hatalmi törekvés, diplomáciai szándékot úgy előzetesen bejelentenek. Ezt így szeretnénk megcsinálni. Az Unióban is ez hasonlóan működik, nincs ez másképp, nem változott ilyen szempontból a diplomácia története, hogy milyen legyen az Unió abban az egyes tagállamoknak, mi legyen az ereje, képessége, azt nem szokták előre megosztani, és nem is jelentik be nyilvánosan. Miért fontos ezt tudni? Azért fontos ezt tudni, mert a Sargentini jelentés mi ennek a sorába tudjuk be. Ilyen jelentést, amit már egyébként többször, egyébként nem csak kormány oldalról kritizáltak, ilyen jelentést higgyék el, bármelyik uniós országról lehetne írni. Ha valaki összeszedi magát, figyelembe veszi az egyes jelentéseket, az egyes különböző intézményekben megfogalmazottakat, az egyes jogrendszerek béli különbséget, akkor ilyen jelentést nyugodtan fogalmazhatok, bárkiről, bármikor meg lehet írni. Ebbe szívesen kötök bárkivel egyébként fogadást. Miért fontos ez? Azért, mert ez a jelentés is hatalmi eszköz szolgálja, egy politikai célt szolgál, és ez is elhangzott ma már többek részéről, hogy ha ez a jelentés szeretne jogtudományi mélységekig eljutni, az első mondata után a közzétételre szánt újság szerkesztői, tudományos szerkesztői nem is olvasnák tovább. Ez úgy kezdődik, vagy azt lehet kiolvasni ebből a jelentésből, hogy semmi más nem vizsgált, mint csak az adott jogrendszert, nem vizsgálja annak kitekintését, európai összehasonlítását, más az úgynevezett európai értékekhez köthető más országok gyakorlatát. Ezt így önmagában vizsgálja, és hogyha már ezen a helyen vagyok, és engedjék meg, hogy korábban választott hivatásomhoz kissé közelítsek, régi római jogi alapelv, mindannyian tudjuk, ha van jogász végzettség, ha nincs, hogy ahhoz, hogy valakiről jelentést írjanak, legalább két feltételnek teljesülnie kell a szakmaiságon túl. Az egyik, audiatura tartere pars, hallgatassék meg a másik fél is, a másik alapelv az elfogulatlanság. Sargentini Judit asszonyról pontosan tudjuk, hogy bőven a jelentés megírása előtti időszakban Magyarországgal szemben fordult állást, vagy foglalt állást. Tehát nem lehet róla elmondani azt, hogy egy független jelentéstévő személyéről van szó. Miért fontos ez? Mert ez is egy alapelv. Tehát ahogy a római jogban a prétortól elváltuk a függetlenséget, úgy elváljuk mindenkitől, hogyha egy ügyben szeretne álláspontot kialakítani, amikor valaki olyasmit tegye, akinek nincsen előzetesen pró vagy kontra állásfoglalása adott országgal szemben. Hogyha egy profán példát szeretnék mondani, hogyha az országgyűlésben vagy másutt felállítanák egy bizottságot
amelynek az lenne az egyetlen feladatot, megvizsgálja, hogy az MSZP törvényesen jött el létre annak idején, és törvényesen szerezte meg az MSZMP vagyonát, akkor például nem vállalnék, hát nem tettek rá, hogy nem vannak itt, akkor történetesen nem vállalnék ebben a jelentéstételben, vagy a bizottságban szerepet, mert határozott véleményem van róla. No, visszatérve a Sargentini jelentésre. Igen, hogyha tovább megyünk, jogszabályi megfelelőség vizsgálata miért fontos? Azért, mert a Sargentini jelentés, mert hogyha valaki ezt figyelmesen végigolvassa, akkor minthogyha nem érvényesülne az a fontos alapelv és az a fontos szabály, amit Magyarország következetesen betart és következetesen követ, hogy a úgynevezett nemzeti jogszabályainknak meg kell felelni az uniós irányelveknek, meg kell felelni az uniós alapelveknek. Soha senki nem vitatta, hogy ebben a jelentésben, tehát a Sargentini jelentésben az egyes szabályok, azok ellentétben állnának az uniós irányelvekkel. Miért fontos ez? Azért, mert arra van jogorvoslati rendszer. Arra van megfelelő eljárási keret, hogy ezt orvosolja, ha valaki ezt kifogásolja. De itt nem erről van szó. Ezek a jogszabályok láthatólag összhangban állnak, és valóságban is, a jelentésben is az uniós irányelvekkel, de valaki mégis kijelenti ezekről, hogy ez mindezek ellenére jogállamiságot sértőek, vagy sértik a jogállamiságot. Hogyha itt ma már elhangzott, és Kossa Lajos képviselőtársunk ezt a körülményt már említette, én is visszatérnék Andrej Januljevics Visinszkij munkásságára, aki, ha valaki előveszi az 1936-os 16-ok perjének a periratait és vádiratait, ez a Zinovjev-Kamenyev féle ügy, esetleg valakinek ez mond még valamit, és ezt elolvassa, és kicserélnénk benne néhány szót abból a vádiratból. Például kicserélnénk azt, hogy szocialista államiság, és kicserélnénk helyre mondjuk, hogy közös értékek, vagy kicserélnénk azt, hogy szocialista demokrácia, kicserélnénk arra, hogy liberális demokrácia, akkor tulajdonképpen a Sargentini jelentésben akár néhány név megváltoztatásával ki is cserélhetnénk néhány lapot, nem venné észre senki se önök közül, hogy 1936-ból származó iratról van szó. Miért fontos ez, és miért mondta Kossa Lajos képviselőtársunk is ezt a Visinszkij féle elvet? Azért, mert Visinszkij volt a jogrendszerben, illetve a jogtörténetben az a személy, aki két úgymond idézőjeles újítást vezetett be. Az egyik, hogy a legfontosabb bizonyíték a beismerés, a másik pedig, hogy a jog, különösen a büntetőjog, az osztályharc eszköze. Most is azt látjuk, hogy Sargentini jelentés az egy eszköz. Valójában egy ország megbélyegzésére és első lépésként rögtön a legsúlyosabb fegyvert, ugye hetes cikke alkalmazását látja alkalmazandónak. Valaki ma itt az ülésen bizonyos szempontból jelentéktelenítette is ezt a jelentést, bár ahogy láttuk, nagy örömtüzek gyűltek, amikor ezt a jelentést elfogadták, és már előre vetítették valóban a hetes cikkelynek az alkalmazását. Addig még sok víz fog lefolyni a Dunán, és nyilván a magyar kormány mindent meg fog tenni ezzel a jelentéssel szembe. Hozzáteszem, most talán ebből az a legfontosabb, kicsit visszautalva ismét a sztalini Visinszkij páros munkásságára, hogy sokkal könnyebb egy vitát úgy megvívni, hogyha az ellenfelet elpusztítjuk. Akkor nem kell lefolytatni a vitát. Nem kell lefolytatni a jogállamiságról a vitát, nem kell lefolytatni olyan vitát, hogy például az Európai Bizottság hogyan von el hatáskört a parlamenttől, vagy hogyan vonnak el fokozatosan, látens módon, nem nyilvános módon jogköröket az egyes tagországoktól. Hogyan tolódik át a súlypont? Nem döntött el senki, hogy mi legyen az Európai Unióból. Milyen legyen az Európai Unió? Egyesült Európai Államok, vagy sem? Hogyan nézzen ki, hogyha lenne ennek a közösségnek valódi alkotmánya, nem csak kártája? Tehát hogyan nézzen ki? Ezek a vitákat nem kell lefolytatni, hanem nyugodtan használhatjuk ezt az erős szót, sunyin, látens módon csúszik át a döntéshozatal és a hatalmi súlypontok valahova máshova, mint ahova mi ezt gondoltuk, amikor az Európai Unióhoz csatlakoztunk. Ezért fontos az, hogy akik ebben a házban ülnek, világosan lássák, hogy mi történik Európában, mi történik a világban. Néhány szót arról, ami valóban talán azt gondolom, hogy a Sargentini jelentés mögött van. Magyarország miniszterelnöke mondta ki először azt, hogy hatáskörelvonás történik, és az Európai Bizottság nem őre annak, ami az Európai Parlamentben döntések születtek, hanem valójában jogalakító, politizáló szervé vált.
Ő mondta ki az elsők között, ő mondta ki elsőként, hogy milyen veszélyt jelent a bevándorlás erre a régióra. Mindenki ismeri a számokat, 1980-ban Afrikában 477 millióan éltek, most 1 milliárd 200 millióan, és 2050-re 2,5 milliárd ember fog élni Afrikában. Nem tartom valószínűnek, őszintén szólva, hogy Afrikának a társadalmi berendezkedése, politikai viszonyai, termelési struktúrája vagy fejlettsége olyan fokra emelne, hogy ennek a 2,5 milliárd embernek bizonyosan mindenkinek egészséges társadalmat és ételt tud majd adni. Miért fontos ez? Azért, mert bármennyit is fogad be Európa a bevándorlakból, a probléma nem fog megoldódni. A mai 1 millió, holnap 2 millió hiányt vagy többletet fog eredményezni valahol, és azt is jelenti, hogy semmilyen problémát nem oldunk meg a bevándorlók tömeges befogadásával. Azért is fontos ez, ezt is talán ebben a házban el kell mondani, hogy éppen Gyurcsány Ferenc tette ezt a kijelentést, hogy különbséget kell tenni azok között, akik a házukat lebombázták Aleppóban, és azok között, akik valóban gazdasági bevándorlók. Hát egyrészt, ha jól tudom, javítsanak ki, hogyha rosszul emlékeznék, de a II. Világháború utáni úgynevezett helyi háborúkban több ember halt meg, mint a II. Világháború egészében. Nem úgy néz ki sajnos sem Közel-Kelet, itt a közvetlen környezetünk sem, hogy háborúktól mentes időszak következne. Következésképpen, amit Gyurcsány Ferenc mondott, hogy csak a háborús menekültekre koncentráljuk, az is bőven olyan számot eredményez, amit Európa nem tud elviselni. Az egy további kérdés, de hangsúlyozottan nemzetközi jogi, diplomáciai kérdés, hogy vajon miért Európának kell azt a problémát megoldani ebben a világban, amely az egész világot sújtja. Vannak itt még más nagyhatalmak, más régiók, vajon ez számukra nem probléma? Miért Európa nyakán van ez a teher és vállán? Vajon miért nekünk kell kizárólag erről a problémáról gondolkodni, és másoknak miért nem? Hozzáteszem, Magyarország ezeknek a háborúknak, hogy mondjam, nem részese, nem okozója, nem felbújtója, és fegyvereket sem szállítunk oda a legjobb tudomásunk szerint, ellentétben olyan országokkal, akik szeretnek bennünket demokráciából kioktatni. Végül igyekszem rövidre fogni. Ma is elhangzott ez, és én szeretném az alkotmányunkat, alaptörvényünk bevezető részét, hitvallásunk részéből egy mondatot idézni minden tisztelt képviselőtársunk számára. Következőképpen szól, igyekszem szó szerint elmondani. Valljuk, hogy történeti alkotmányunkban gyökerező önazonosságunk védelmezése az állam alapvető kötelessége. Ez azt jelenti, hogy aki erre az alkotmányra felesküdött, köteles önazonosságunkat megtartani. Mi erre törekszünk. Láthatólag azok, akik a bevándorlást minimalizálják, jelentéktelenítik, vagy éppen támogatják, azok valójában azt szolgálják, hogy mindaz, amit ebben az országban, ebben a kultúrában ezer év alatt elértünk, az megszűnjön, elpusztuljon, és helyette egy más jöjjön létre. Én azt tudnám, tehát egy kis rövid történetként, még hogyha megengedik számomra, talán még van másfél percem, hogyha egyszer veszik magunknak a fáradtságot, és Brüsszelben jól elköltött vacsorájuk után, én nagyon ritkán vagyok Brüsszelben, de hogyha megfigyelik, úgy alakul át a város, mint egy észak-afrikai városság kezd alakulni. Én nyugodtan fogalmazhatnok ég, hogy a mostani európai bürokraták megtagadják Bachot, Schumannt, Schubertet, megtagadják Gausst, Einsteint és még másokat, helyette a tamtam dobokat választják. Én Bachot választom akkor is, amikor éjszaka a tamtam dobok szólnak. Engedjék meg nekem, hogy én már csak ilyen konzervatív maradjak. Végül pedig arról, hogy Magyarország és a jogállamiság egy záró mondat. Sajnálom, hogy Gyurcsány Ferenc nincs a teremben, bár ő viszonylag keveset tartózkodik itt. Kevés ideje ezt nem engedi, de ehhez az egy kérdéshez mindenképpen szerettem volna számára elmondani. Tehát azon a magyar nép végtelen toleranciáját, magyar jogállamiságnak a szinte már gyakran túlzó megengedőségét, jóhiszeműségét, jóindulatát bizonyítja az a tény, hogy Gyurcsány Ferenc ebbe az épületbe egyáltalán beléphet. Köszönöm szépen!